halőr lakókocsijában járunk, nem sokkal Pirkadat előtt. Odakint mínusz 5 fok van. Gábor az egész éjszakát idekint töltötte a döbölpusztai halastavak mellett. Az ő fő feladata a kifolyó rácsok és a lélegeztetők ellenőrzése. No és persze az orrfalászok lefülelése. Nemrég 70 kilós zsákmányat csípett nyakon valakit. A legtöbb embert az hétvégén, szombat, vasárnap, dél, ebéd időben, amikor mindenki otthon fújja a levest, mi akkor is kint vagyunk, és akkor fogtuk a legtöbb embert. Akkor hát itt a helyi emberek, akik ismerik a környéket, meg itt laknak, azok tudják, hogy nem lehet. Nem nagyon, mindig azt mondják, ne hívjuk a rendőrt, mert nem jön többet, de hát egyet nem lehet csinálni. Akkor minek végezzük egész nap, meg hajnaltól a munkánkat, minek jövünk, megyünk heti 400-500 kilométereket itt a tóparton. Nem sokkal 6 óra előtt megérkezik Gábor váltása. Amíg elkezdődik az igazi munka, van idő bekapni a reggeli falatokat egy kis beszélgetés közben. Gábor Pirkadatkor elbúcsúzik. Odakint a füvet megcsípte a dér. Közben megérkeznek a halászok. Reggeli fagy ide vagy oda, el kell kezdeni a munkát. A munkások a sok réteg fölé vízhatlan ruhát húznak. Ugyanis rövidesen belegázolnak a mindössze néhány fokos, fagyos vízbe. Reggel 5-től 2-ig el szokott fogyni egy ilyen kisebb tó. Elég kemény fizikai munka, iszapjárás nem egyszerű dolog. Tavanként változó, mennyi hal van benne. 2-3 kerítésre átlagban, ha van idő, akkor meghúzzuk, attól függ, hogy mennyit fogunk. Aztán igazából kis tónál nehéz kiszámolni. A háló kivetése után az emberek nekiállnak azt a partról kihúzni. Ez összehangolt munkát igényel. Nincs könnyű feladatuk, akár 50 más a hal is lehet a hálóban. Forduljon! Úgy! És már mehet is! A zajjal a halakat elriasztják a háló szélétől, így könnyebb húzni. Egyre szűkebbre terelik őket. Idővel a sötét vízben feltűnnek az első úszonyok. A halászok pöckölőket szúrnak le az iszapba, erre aggatják fel a háló szélét. Így alakítják ki az úgynevezett tanyát. A tanya mellett bekapcsolják a lélegeztetőt, így a halak a zsúfoltság ellenére is levegőhöz jutnak. A halászok egy daru segítségével emelik ki azokat a szortírozó asztalra. A munkások rutinosan szétválogatják a halakat, faj és méret szerint. Többségük ponty. Nagyon sokan úgy szoktak fogalmazni, hogy a kenyérhalunk az a ponty, aztán utána jönnek a következő békés halak, az amúr, a busa. A ragadozó halak közül, amiből legtöbbet tudunk csinálni, illetve szerintem országos szinten is, az a szürkeharcsa, aztán a süllő és a csuka. A tógazdaságunk az körülbelül egy olyan 270-280 hektáron gazdálkodunk, ahol egy olyan 25 és 30 vagon közötti halat szoktunk össze lehalászni, még egy vagon a 100 mázsa hal. Vagyis akár 300 tonna halat is megmozgatnak a lehalászás idején. Ez nagyobb a hány kilós? Minden kosarat megmérnek és vagonokra pakolják. A telephely teleltetőibe szállítják a halakat. Onnan kerülnek ki a piacra. Az utóbbi időben a ponty ára nagyot zuhant a nemzetközi piacon, mondja a telephelyvezető. Főleg azért, mert a környező országokban megélénkült a haltermelés. A magyarok pedig még mindig keveset fogyasztanak. Sajnos Magyarországon a halfogyasztás az elég alacsony. A statisztikák szerint ilyen 4-6 kiló között mozog a hal, de az a baj, hogy ebben benn vannak a tengeri halak, a konzervhalak, és sajnos kevesen esznek jó ízű Magyarországon megtermelt halat.
Közben a tanyából kiürülnek a halak. Ám a munka itt nem ér véget. Még legalább egyszer kivetik a hálót ma a tavon. A következő hetekben minden nap megismétlik ezt a munkát a többi tavon is. Így kerül karácsonykor friss hal az asztalra.